A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai közel két hete dolgoznak azon, hogy színesebbnél színesebb virágokkal díszítsék a megyeszékhely különböző pontjait. A napokban 75 ezer darab, közel 100 féle növény kerül az ágyásokba, 40 különböző helyszínen. Fónagyné Petrusovics Melinda művezető elmondta, a tökéletes végeredmény érdekében az ültetést hosszas tervezés és talajelőkészítés előzte meg. Először is a két nyáriak benne vannak ősszel. Azokat ilyenkor tavasszal ki szoktuk szedni. A két nyári az árvácska százszor szép, ne felejts. Amikor ez elvirágzott, akkor szedjük ki. Utána a területet talajelőkészítésnek hívjuk összességében, de azért ebbe beletartozik a szegélyezés, a kézjásás, a rotokapázás, a tápanyag utánpótlás. A tervezéskor igyekeztek szárazságtűrő virágokat kiválasztani, ezért különféle színű koleuszokat, celúziákat és begóniákat, valamint bársonykákat használnak a területek díszítésére. Azonban, ha minden növény a helyére kerül, akkor sem áll meg a munka. Folyamatosan gondozni kell azokat annak érdekében, hogy egészen őszig szép látvány nyújtsanak az egrieknek, illetve az ideérkezőknek.